Mindannyian tudjuk, pláne amikor még az idő is kellemes, hogy milyen jó dolog egy teraszra kiülni, elfogyasztani egy kellemes pohár kapucsinót, egy proszekkót, vagy akár csak nézni a zsongó embertömeget és kicsit relaxálni, ezt hívják talán én időnek, de fontos, hogy a relaxációra is szálljunk időt. Az utóbbi években egyre többet lehet hallani a slow life kifejezést. Ez nem a lassú mozgásra utal, hanem sokkal inkább a lehetőség szerinti stresszmentes, minőségi mindennapokra. Hogyan lehet egy baráti kávézás, vagy egy reggeli, vagy egy mindennapi bevásárlás a slow life része? A slow life tulajdonképpen egy nemzetközi mozgalom, ami így elsőre sokaknak egy picit túl idealizáltnak tűnhet, de nagyon sok praktikus célkitűzése van, mint például hogyan intézzük el a dolgainkat a hétköznapokban, a legegyszerűbben. Séta közben, biciklizve, és eközben fel tudunk fedezni tök jó helyeket, éttermeket, kávézókat, ahova aztán utána akár rendszeresen is járhatunk. Gondoljunk bele, hogy ilyenkor milyen jó egy picit megállni, leülni a barátainkkal, a családtagjainkkal, és akár ihatunk egy pohár proszekkót is. Ha már a proszekkót említetted, van számos olyan étel és ital, amit 10-20 éve nem is ismertünk. Miben más a proszekkó, mint a jól ismert pezsgő? A proszekkó valójában egy habzó bor, aminek az előállításához egy speciálisan egyfajta szőlőt használnak, amit nagyon kevés helyen termesztenek a világon. Ízvilágában egy nagyon könnyű, friss és nagy buborékokat tartalmaz, valószínűleg ezért is sokunk kedvence, de itt is nagyon fontos a mértékletesség. Hát ahogy akár ezeknél az ételeknél is. Persze ezekből sem lehet mértéktelenül fogyasztani, de ha egy kovászolt, lassú, felszívódású gabonából készült pékárut választasz, és ízfokozómentes pástétomot választasz, azzal biztosan nem csak jól fogsz lakni, hanem úgy állsz föl az asztaltól, hogy ez egy nagyon kellemes élmény volt. Láthatóan ezek nagy része kézműves élelmiszer, de miben más ez valójában? A magyar gasztronómia az utóbbi években hatalmas változáson ment keresztül, és a fogyasztóknak is egyre inkább igénye van a helyi alapanyagokból, de tradicionális termelési technikával készített, mégis modern gasztronómiai élményre. Az elmúlt évek ismert történései mennyire változtatták meg a fogyasztói igényeket? Ez már egy picit korábban elkezdődött. Mára már leszaladok egy reggeliért a közélbe, az nem feltétlenül egy ilyen gyors bevásárlást jelent. Egy üzleti beszélgetés sem feltétlenül ma már egy ablaktalan irodában történik, hanem történhet egy kávézó teraszán, ahogy egy csapatépítő is akár. Abszolút megfigyelhető, hogy sok a pozitív változás, lazultak a szabályok, csak ezt nem mindig vesszük észre. És akkor a slow life-hoz abszolút hozzátartozhat, hogy iszunk egy kávét egy lassan pörkölt fajtából. És a kávéhoz egy jó flódni dukál. A flódni egy hagyományos zsidó sütemény, ami egy élesztővel készült, keltésztából rétegelve, és van benne mák, dió, alma, illetve szilvalekvár, és a különlegessége, hogy az elkészítéséhez fehérbort is használnak. Ezt tudtad? Nem még! Hát ez nagyon jól hangzik. És az a szerencse, hogy hamarosan találkozom Nádas Gyurival is, akivel pedig a mértékletességről fogok beszélni.